zsemle, cipli, béke, sajtos, fogácsa, kalács és kenyerek. Többfajta kenyér. Ilyen pékárukat csomagolnak minden nap a máltai szeretett szolgálat munkatársai. Keszthelyen és térségében átlag napi 80 rászorulónak szállítanak élelmiszert a máltaiak. Az ellátottak körét a helyi csoport és a hivatal szociális osztályának listája alapján határozzák meg. Az élelmiszerbank közreműködésével egy helyi áruházból kapják meg minden nap az előző napi el nem adott zsemléket, kenyereket. Az élelmiszerbank 15. éve végzi élelmiszermentő munkáját Magyarországon. Ez egy értékmentés, hiszen azok az élelmiszerek, amit a bolt már nem adhat el, de még tökéletesen jó, hiszen nem megy tönkre másnapra a kenyér, csak maximum nem friss és nem adható el. Ezt föl tudjuk használni. A másik oldalon pedig nagyon nagy segítség a rászorulóknak, hogy napi szinten élelmiszercsomagot kapnak, és mondjuk kenyérre, pékárúra, illetve ha zöldség van, zöldségre nem kell költeniük. Természetesen ez egy olyan, mint a kutya vacsorája, ha nincs, akkor nem tudunk adni, és ez is előfordul néha, de általában azért szállítunk. Egy szállángolt kolbászt szeretnék. Igenis! Kérem, mit csinál? Miért cipelne annyit, hölgyem? Az ételek egyharmada úgyis a szemétbe kerül. Az élelmiszer pazarlás mindannyiunkat érintő társadalmi probléma, erre hívja fel a figyelmet a Média Unió Alapítvány 2020-as kampánya. Az Éj maradéktanul elnevezésű akció legfőbb üzenete, hogy az élelmiszer érték. Egy friss kutatás kimutatta, hogy hazánkban fejenként 68 kg élelmiszer kerül a kukába évente, és ennek a fele, több mint a fele háztartásokból kerül ki, és annak érdekében, hogy ez a szám mérhetően csökkenni tudjon, ezért indítottuk el ezt a kampányt. Évente 88 millió tonna élelmiszer vész kárba az Európai Unióban, Magyarországon pedig családonként 270 kg élelmiszer landol a kukában. Az élelmiszer pazarlás nem csak a pénztárcára van rossz hatással, hanem komoly környezeti károkat is okozhat. A feleslegessé vált élelmiszerek megsemmisítésével az azok előállításához felhasznált erőforrásokat is elpazaroljuk. A tudatosság, az élelmiszer kidobása elleni harc már a vásárlásnál megkezdődik. Az Éj maradéktanuló kampány keretében életszerű példákkal, különböző tippekkel is szolgálnak. Például nagyon hasznos, hogyha eleve egy listával indulunk vásárolni, és így elkerülhető, hogy olyan dolgokat vegyünk meg, amikre valójában nincsen szükségünk, csak mondjuk elcsábolunk egy jól hangzó ajánlat láttán, hallatán. Aztán nagyon fontos, hogy például a boltban már odafigyeljünk a lejárati időre. Lehetőség szerint olyanokat vásároljunk, amelyekkel jól tudunk kalkulálni. Ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni. Aztán nagyon fontos, hogy például a maradékokat, vagy maradéknak látszó ételeket hogyan, milyen módon tudjuk felhasználni. Erre is találunk tippeket az oldalon, a honlapunkon, amelyen egyébként receptkeresővel is készültünk. A kampány szervezői szeretnék, hogy az emberek életének részévé váljanak ezek a tudatos lépések. Abban bíznak, hogy talán egy olyan kezdőlökést tudnak adni, mely hosszabb távon is hasznos lehet.